Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a Boulevard Gaming, és itt vagyunk a Vörös Farmon, és folytatjuk a játékot, és megpróbálunk minden tárgyat megkeresni. Egy dolgot ne felejtsetek el, hogy a helyszínekre vissza tudtok jönni. Tehát bárhányszor vissza tudtok jönni, hogyha éppen nincsen pénzetek, vagy pénzszűkébe lennétek, akkor vissza tudtok jönni, és tudtok találni dolgokat. Na nézzük akkor, kutassuk át a farmot. Mit is találunk itt. Na, összegyűjtünk mindent. Mindent, ami számít. Mindent is összegyűjtünk. Ezt ide odébb pakoljuk. Ezeket is átkutatjuk. Na, itt van egy kis béka Gusztávot. Ez egy ilyen rész, egy ilyen mozaiknak, majd azt is későbbiek folyamán megmutatom nektek, hogy hogy tudjátok azt összerakni. És itt van, elrejtve, ezt legelőször meg sem találtam, sokat kellett keresni, mire meg lett. Itt van a kulcs, a hátsó helység kulcsa, itt bújik a sötétben. Úgyhogy ha nem vagytok elég figyelmesek, akkor meglepetésként érhet be benneteket, hogy sehogy se tudtok bejutni abba a hátsó helységbe. Na, gyűjtünk mindent. Mindent is gyűjtünk. Dobáljuk. Félre rakjuk ezt is. És ugye itt is majd építkezni kell, mert itt is lesz ilyen varázs WC papír. És itt a tárgyakról itt el tudjátok olvasni. Ponty televízió. Ez 14 hüvelykes tévészet, egy RGB SCART ajzattal és egy S-Video ajzattal rendelkezik, valamint egy standard vegyes valami. Vagy Pony Dolly. Na, ezt akkor szállításra, T-betűvel tudjátok szállításra rakni, vagy így jelölni. Hát itt egy ilyen festvény, vagy egy fénykép, itt áll, mert nem tudom ki, de itt áll valaki, hoppa, leesett. Na mindegy. Na, itt egy gázolaj, ami még frankó lehet. És ugye itt van, hogy van egy kulcsunk, és az összes pályához vannak ilyen megkeresendő dolgok. Na, ezzel be is jutottunk ide. Ödröt, ezt majd szét tudjuk csapni. Na, itt van valami Sunny Cat. Ez egy fantasztikus Sunny Cat, fenomenális életnagyságú preparátum, egyedi fa alapon állja, fa alapon. Na, ugye csak ez koszos lesz, ezt majd le kell mosnotok. Na, bepakoljuk ezt is. Itt van a motor. Látjátok ezt? A Yamahának, hogy ugye egy alkatrész már van hozzá. Ez a Yamaha motorváz. Ezt is bepakolásra berakjuk. Van itt koponya. Ezeket is majd szét tudjuk majd csapkodni. Hopp. Poszter. Na, nézzük. Felmegyünk ide. Ó, és itt egy guminő, meg egy kettő üvegsör, vagy kettő. Felfújható 160 cm-es műanyag szexbábuk készített és tervezte Frank Gold Kft. 1967 óta, tehát 1967 óta létezik ilyen bábú. Na, mi mit szóltok ehhez? 1967. Na, szállításra berakjuk, most legalább ezt is meg tudjuk, mikor készült az első szexbábú. Na. Újabb próbálkozás az ugrással. Hopp! Ez az! És ez 300 dodó. Hát ez nincsen. Ez valami dekorációs. Ó, bugyikkal van. Bugyi van, meg melltartóval itt nagy pajzánkodások
voltak. Na ezt is berakjuk. Jaj, meg ott van mi valami, nézzétek meg. Ó. De itt van még. Képregény. Aha. No, akkor még kutakodjunk. Azt hiszem itt már mindent felkutattunk. És ugye itt látjátok a világos kék csík, hogyha teljesen elfogy, akkor van minden kész. És mutatok nektek egy érdekeset, hogyha itt bekukkerolunk. Hol van az? Lehet, hogy a hátsó helyébe kell jönni. Aha. Itt lehet kukkerolni. Ezt nézzétek. Ott táncol egy UFO. Egy pufók-kufók dancer. Hát, hogy ő mit keres itt, azt nem tudom. De ő itt táncolgat. Jó. Na, eljöttünk ki. Itt is van sörös üveg. Na és akkor oda is be kell építkeznünk. Itt is van ilyen hang. Ez valami skin, ez gondolom a... Ja, akkor gondolom a falakat majd így lehet majd. Ó, itt egy régi talicska is. Hoppácska. 25. Dodó. Egy klasszikus, erős teherbíró talicska. Lótrágyájának felszedése fontos föld műveléséhez. Tehát ebbe szállították. Nem szedték föl. Na jól van. Ezt is akkor szállításra kézbe rakjuk. Nem tudom, ez így jó-e lesz. Ujj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 
Na, kicsit itt be... bekáoszoztam itt magam. Na mindegy, ezt itt akkor föl tudjuk venni. Tehát, hogy megfogtam az alatta lévőt, ez a baj. A baj. Ja, csak ez így el fog dőlni. Jól van. Próbáljuk így beállítani. Eldöntjük valahogy. Úgy van. Úgy van. Na elvileg akkor az ott talán jó is lesz. Megforgatjuk. Hopp. Hát. Na. Egy ám itt az építkezés, mi? Na nézzük akkor, hogy fele tudunk ide jutni. Hát ezt nem tudom, hogy elég magas lesz-e. Aha! Megvan! Ó! Arany vécépapír megtalálva. És ott van még az ufónk, ott kering. Forog. A pufók-ufók. Begyűjtjük, aztán majd baltával visszajövünk. Lesz elég pénzünk. Úgyhogy senki se keseredjen el. Dehogy megyünk vissza az állokházba, papa. Úgy van. Túl sok szalma. Hoppá! Most itt el az UFO, kicsit meg is ijedtem. A pufók-ufók. Ezt majd később megisszuk.
Ez is ilyen skin lesz, fal. Fal skin, tehát fal festék. Itt pedig egy kutyuska van itten. Itten kérem. Életnagyságú, ja igen, ez is preparátum. Hihetetlenül szürke kabát. Hát nem tudom. Na mindegy, a magyarítása nem valami tökéletes, de nem baj. Nem ez a lényeg. Én szeretek játékokat magyarul játszani. Nekem sokkal jobban esik a szememnek, ha egy játékot magyarul látok. Na, egy kis alkohollal üssük el az időt. Hogy kilőtte? Oh. Ez igen. Delirium. Na, hát ez van. Ja, itt még valám. Látjátok? És akkor pár dolgot majd el tudunk adni. Aztán majd jó pár dolgot itt majd szét tudunk ütni. Egy ilyen mosót is majd veszünk. Bár először, hát még nem tudom, hogyan. Nem tudom, hogyan legyen. Majd lerakjuk. Ezt is eladjuk. Na, még azért marad hátra cucc. Látjátok, a világos kéknél azért lehet látni, hogy... De ez meg itt mit mozog itt? Hopp! Itt is van a kis poszter. Hát nem tudom, még merre lehet cucc. Szerintem nagyon sok mindent ma azért átnéztünk, nem emlékszem rá, hogy merre van cuccos. Megnézzük itt. Aj, nagyon. Valami döglegyek vannak ott. Hát akkor azt hiszem, ez... Én más nem látok. Sőt, szerintem nem is emlékszem másra, de valami még van itt. Igazért. Körbenézünk. Hát mondjuk egy lámpával csak könnyebben körül tudnánk nézni. Ja, itt a szék! Hát nézzétek, majd kiböki a szememet. Klasszikus hintaszék. Na, ezt is szállításra berakjuk. Még azért marad cuccos itt. Hát ezt se tudjuk. Eldobjuk ezt is. Ezt is. Itt is van egy koponya. Majd ezeket a koponyákat szétütjük. Hát kettő vagy három cuccos még itt. Valahol van. No, de viszont, jó szerintem még feljövünk, már én szerintem itt már semmit se hagytunk el itt. Hát ennyi. Na mindegy, megnézzük a farmot, vagy megnézzük a végét itt. Nem tudom, mi az össz. Na és itt vannak ezek a ufók, pufók, ufók, itt áruába van. Felismerjük, hogy UFO, és akkor random földi tárgyakat rak le ide. Tehát pont ezért tudunk. Tehát most az a helyzet, hogy újra tudtok majd találni dolgokat. Tehát bárhányszor visszajöttök, még egyetlen egy tárgy van valahol.
Hát nem tudom, mi az a tárgy. Na mindes kacok, hogyha valaki tudja, vagy valakik tudjátok, hogy mi is maradt el, azt írjátok le kommentben, jó? Úgyhogy várom a kommenteket és a segítségeteket. Kérem ebben, hogy szerintetek mi maradt el. Hogyha tetszett ez a videó, egy lájkot csapassatok, és gyertek a következő részre is. Sziasztok, hello!